reggel, Vietnám! Szavaztok gyerekek, ürv a csatornán, Keeper már itt van a terepen, 5 óra 45 van. Voltam olyan hülye, hogy elfelejtettem elindítani a videót, úgyhogy kijöttem ide a terepre, annyit csináltam, hogy Journey-től vettem még, pontosan megmutatom, hogy mit, még 2 Yuka Juice-t, meg ezt. Aztán azt hittem, egész végig dobáltam, hogy itt én már régen elindítottam a videót, azt rá kellett döbbenem, hogy jó hülye vagyok, mert nem. Na, a terv a következő, építjük a mai részbe tovább a bázist. Csomót írtatok, mármint írtatok vicces dolgokat, mondtátok, hogy hát ez körülbelül olyan, mint a gizai pirosok ehhez képest kutya fasza, meg mondtátok, hogy hát azért durva lett volna az a nagy bázis, de többen írtátok, hogy ez tök jó ez a piramis, például azt hiszem Demon Hill is írta, hogy ő már ezzel próbálkozott egy időbe. Igen, és arra gondoltam, hogy ebben a részben még meg kellene, vagy neki kéne itt függnie ennek. Figyeljetek, úgy látom, ki kell próbálni, hogy mennyit bír. Aztán akkor, az tök jó, én gyanítom, hogy oszlopokat fogok lerakni, nem szeretném azt, hogy ilyen nagy falak legyenek, hanem akkor inkább egy ilyen nagy központi terem legyen. Viszont azt, hogy ilyen nagy piramis van, azt nem vetem el, mert kitaláltam még valamit. Mármint úgy, hogy így nem tudok olyan sok időt eltölteni a játékba, tehát nem az van, hogy 6 órán keresztül itt játszom, és akkor komplett dolgokat csinálok meg, hanem így, amire éppen időm engedi, várjatok, annyit meg kell csinálni, hogy ezt még ide kirakom, akkor az még egy sort is engedne, az jó lenne. Várjál, hülye vagyok, ide nem kellene nekem még egy sor, nem? Hanem ura, várjál, összör izé kellene nekünk, gyerekek. Hülye volt a keeper, miért nem szóltok? Ezt is live-ba kéne torvozta, akkor tudnátok szólni? Na, ebben a részben még építkezünk, meg kellene csinálni egyébként ezt az egészet, arra gondoltam, ilyen fullosra. Majd hol vagyunk? Mármint úgy értem a fullosságot, hogy ebből a fajta blokkból, tudjátok, ebből a building blokkból, amit kell upgrade-álni majd, ebből így felépíteném a piramist, és akkor ugye tudnám, hogy mégis kb. Hogy fog kinézni, és utána nekiállunk kalandozni, akkor tudjuk mindent is csinálni végig. Na, srácok, igen, itt még, hát ezt kellett volna csinálni. Hát, hogy ilyen szerint nincs a keeper, de komolyabb oda, vagy hogy az őrület. Oké. Okay. Ez gyorsan így végighinti a keeper. Aztán akkor megyünk még följebb. Jó, a Viola Bence írta, hogy hülye vagy, hát nem fog kijönni a 4x4 fegyszer. Az alapterületünk az nem páros szám. A 4x4-es főső rész, hát igen, voltam olyan hülye, bocsánat. Egyébként akartam kérdezni Norvégot, hogy lehet a blokkokat forgatni, de közben rájöttem, hogy itt az R-rel, ha legyomom, akkor esetleg még máshol is tudok egy blokkot, tehát akkor nem kell elmentenem egy blokk típus tüzébe kedvencekhez, vagy hogy nevezik azt, hanem akkor igazából itt tudsz vele dolgozni, vagy lemásolod aztán, akkor az sokkal gyorsabb. Ezt is tök csináltam, meg olyan bázisokat építettem is, mint az állat, aztán mindent elfelejt a keeper. Meg hát tényleg azért volt legalább két év kihagyásom szerintem 7 Days to Die-ból, szóval nem csoda, hogy így annyira nem emlékszem. Hát figyeljetek, minimum kétszer ekkorabb lesz a piramis, és arra gondoltam, na, hogy tudom megoldani azt, hogy még tovább magasabb legyen a piramis. Erre kitaláltam egy jó megoldást, és figyelj, mondani is fogom. Mi ez az? Olyan hülye idő van itt egyébként. Igen, és akkor oda még egy sort berakunk. Figyeljetek, talán nem borul le, nem tudom. Meg ha le is borul, talán nem dől ilyen nagyon brutálul össze. Jó lesz ez, gyerekek, ez se lesz kicsi. Na, figyeljetek, az lesz a következő, hogy a piramis oldalainál lefele fogunk ásni, és úgy fogjuk folytatni a piramist. És konkrétan lesz egy ilyen B-járok, amiben belepotyognak a zombik, ugye, hogyha leesik egy zombi valahonnan, akár most legyen az pár méter magasról is, akkor ugye elesik. Tehát kapásból lelassul. Ellelassulás plusz csapdákra fog esni, plusz folyamatosan sebződik, amikor ugye elesik. Ahogy föl kell, megint sebződik, sok időt el fognak tölteni ott azon a helyen, azokba a csapdákba, így konkrétan van időm lőni, van ideje a csapdáknak sebezni őket, és ebbe gondolkodtam, hogy ez így kéne megvalósítani. Gyerekek, ez a piramid, ez egy kicsit brutális lesz, lehet, hogy egy két szinteset kéne tényleg csinálni ebből. Hát ez a piramid, ez nagyon piramid. Egy egyelőre ugye még az ajtók, azért, hogy a zombik, ha bepotyognak, akkor ne verjenek szét mindent, azért van ez így megoldva.
Hú, hát ez így is rohadt magas lesz, és akkor ugye lefele leások, így, ilyen srégen, most így mutatom, nem tudom miért mutogatok itt a számítógépem előtt, amikor nincsen facecam, megszoktam, hogy van facecam izébe, mibe? My Summer Car-ba, egyébként gondoltam rá, hogy legyen a facecam, csak az a baj, valamikor így leülök egy ilyen egy szálgatjába itt, meg póló nélkül vagyok most is, meg sötét szobába, tudjátok, egyébként este 11 van, most lett vége My Summer Car Live-nak, annyira rá vagyok függve erre sajnos, hogy várjátok, nézzünk egy ilyen kopizást. Copy shape, így. Ó, nagyon jó. És emiatt valamikor nem lennék olyan kompatibilis a izével, minek nevezik? Igen, tudjátok mivel. Egyébként itt simán tudnék építkezni éjszaka is, csak hát, ja, azért elég para. Ugye futnak a zombik, de hát mondjuk meg tudnám magam védeni. Mert ugye, hogy nincs horda, akkor általában egy-két zombi cselleg. De ugye rá is küldhet egy ilyen random hordát, ami nem biztos, hogy baráti lenne. Úgyhogy lehet, hogy ezt elengedjük. Oké. Okay. Na, hát minimum még egy ilyen magasság lesz ugye, ha belegondoltak. Fú, az nem lesz egy egyszerű dolog, gyerekek. Ez nagyon komoly lesz, és lefele akarok ásni. És akkor ugye ez a rész, mondjuk ideig elásunk lefele, és akkor kb. Már dupla akkora lesz. És ez a része így beleesős lesz, tehát így bum-bum belepotyognak, és végig kell menni mondjuk egy csapdákon, értitek mire gondolok, hogy valami ilyesmire, és amit ott nem kitermelek földet, abból fel tudom upgrade-elni a blokkokat, úgyhogy ebbe így gondolkodik a keeper. Viszont szerintem elfogyott, nem fogyott el, ó, de jó, van itt még. Jó, és akkor várjál, viszont ezt ugye akkor megint ezt a kopizást fogom alkalmazni. Mondom, ja, mert ezt nem azt akarom kopizni, ezt akarom kopizni. Hát ki van itt fejlődő? Na, itt még bepróbál... Hű, bazze, most már itt nem kéne leugrálni, itt már jó magasan vagyunk. Igen, mondtátok, hogy csináljam azt, hogy legyen ilyen belseje is olyan, tudod milyen. És az a baj, hogyha olyan a belseje, akkor ugye igazából az a szarabba, hogy nem tudsz normálisan felrakni a falra semmit, meg nem illeszkedik semmi. És itt lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy inkább majd lehúzom teljesen egyenesre. És akkor egy ilyen durva vastag fal lesz, tudod. Szerintem az lehet, hogy még egy ilyen jobb megoldás. És akkor nem tudják áttörni. Egyébként ugye lehet rácsokat meg úgy fogom megcsinálni, ahol kilátó lesz. Hogy ugye az dupla vastagságú lesz, de mégiscsak egy ilyen vékony rács. Azt meg úgy lehet megcsinálni, hogy rácsot csinálsz ebből, és kívülre és belőle is. És miár is ugye akkor dupla vastagságúnak számító rácsot kapsz. Na, úgy látom, hogy még nem szakad le. Oszlopokba gondolkozok egyébként, nem azt csináljuk, hogy falak legyenek. Nem szeretem, hogyha ilyen több részre elvonozva egy ilyen bázis, mert igazából tök jó, hogyha együtt van minden, szerintem. Itt még itt végigmegyünk. Gyerekek összeomlik az egész, akkor jobb becuvizunk, mi? Tiszta Minecraft. Tiszta Minecraft. Egyébként szerintem Minecraft nagyba inspirálta ezt a játékot. Úristen, mekkora lesz ez bazz a gyerekek, hallod? Ja. Simán lehetne kétszintes egyébként. Simán lehetne kétszintes. De ne legyen kétszintes, legyen egy ilyen rohadt nagy beltér, ez nekem tetszik. Fú, bazz, ez... Ja, nem fértünk ki? Ez brutális. Ja, itt akkor ezt még, lekopizom ezt a blokk fajtát. Bocs egyébként, hogy építkezek, de én nekem az most annyira bejön ez a projekt. Hú, hallod, itt már nem tudom, hogy merjek-e még majd még ízésebbet. Még magasabbat építeni oszlopok nélkül, gyerekek. Akkor nagyon becsomódunk. Lehet, hogy azt kéne, hogy megnézzük, hogy kb. Hol lesz a közepe, és akkor oda felhúzunk oszlopokat. Hú, az oszlopokat az viszont izé legyen, kör alakúak. Mi az a morrajlás? Néha olyan ambient zenék vannak, hogy tiszta fosatás. Ja, arra gondoltam, hogy jó lenne ezt befejezni, hogy maga a struktúra, hogy készüljön el, és akkor így megnyugszom nagyjából, és akkor utána az összes, amikor csináljuk a küldetéseket, akkor azért szedünk alapanyagokat is közbe, és néha ide visszajövünk, azt felupgrade-eljük, azt utána meg. Most figyeljetek, a padlót azt annyira nem kell. Hát nem tudom, hogy még egy izé elbírná még egyet. És
srácok, nem borul még be? Nem tudom, elvileg régen úgy volt, hogy hetet. Ez 1, 2, 3, 4, 5, hát a franc tudja. jó, kopizok még egyet, megnézzünk még egyet, gyerekek. Hát szerintem ezt még kibírja, nem? De bozza, ez már nagyon magas, hallod. Lehet, hogy kívül, föntről kellene. Úristen, nagyon durván magas, várjál már, nehogy lezúgadjak vagy valami. Innen kellene valahogy. Hát ide már kitöröd a nyakadat konkrétan. Vagyis a lábadat eltöröd. Jó, ezt még kibírja. Többet már nem fog merni szerintem, már semmiképp. Meg már úgy nagyjából a közepén is leszünk, és akkor igazából egy ilyen oszlop sor, nem olyan túl közel egymáshoz, az már akkor meg fogja tartani a következő sorokat. Én arra gondoltam. A gyerekek, egy kicsit ilyen izé lesz, ilyen ókori létesítmény, tényleg a piramis alaknak köszönhetően, meg még plusz még ilyen oszlopsorok is lesznek. Elég érdekes formavilágú lesz ez a bázis, de szerintem egyébként brutál jó lesz, nekem nagyon tetszik. Meg igazából oké, hogy sokat kell farbolni hozzá, de figyelj, ezt egyszer így megcsinálod, és akkor utána viszont tudod folyamatosan upgrade-elgetni, hogy mit tudom, nagyobbítod, még jobb csapda, még jobban felupgrade-eled ugye a blokkokat, egyre durvábbat, esetleg még vastagabb falakat raksz, hogy ne tudjanak bejönni, meg ugye egyre komolyabb védelmeket raksz. Nekem szerintem ez a játék, vagy ez a része is a játék és ez tök jó, hogy vissza lehet szedni, úgyhogy ezért kell ebből építkezned. Na, lehet, hogy le kéne bullognunk. Lehet, hogy le kéne bullognunk. Úristen, gyerekek, na, amikor betölt már ilyen izé van. Hogy kellene nekem ilyen pillár. Azt hogy nevezik? Itt van, hiszen ez. Na, erre gondoltam. És erre kéne raknunk egy A betűt. Mondom, erre egy A betűt. A betű? Vagy S betű? Ugye, hogy benne legyen itt. És akkor innen már tudunk válogatni. Hogy... Na, akkor a következő az elvileg pont alattunk, ami van, ugye? Valami ilyesmire gondoltam. Úristen, gyerekek. Vaj, hány blokkról? 1, 2, 3, 4, 5, 6. blokk. Innen is a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. blokk. Szerintem az jó lesz. És akkor itt a különbség az mennyi? 1, 2, 3, 4, és 5. blokk. Akkor annak már biztos, hogy jónak kell lennie. Én úgy gondolom. Akkor tehát... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahol itt ugye, mindjárt megnézzük, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De itt miért nem ott van? Vagy ott van? Szerintem ott van, ugye? Nézzünk föl, ott van, jó. Figyelj, egyszerűbb, hogy fölnézek szerintem. És akkor megszámolom, 1, 2, 3, 4, 5. Ugye? Van közte 1, 2, 3, 4. Akkor ez nem jó helyen van, hanem itt lesz a jó helye. Egy, kettő, három, négy, öt. Az nem jó. Egy, kettő, három, négy, öt. Jó. Akkor itt lesz ugye 4 oszlop. Az már mindenképpen kellene szerintem. Én úgy gondolom. És akkor... Várja. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Akkor 6 meg 7. És ugye mivel dupla... Milyen ugye... Aha. Akkor ez nem jó. Hanem akkor úgy kell elosztanunk, hogy 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. És akkor ez pont nem jó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. És pont nem jön ki. Nem tud 3 fele osztani ezt a dolgot. Hát akkor ez így lesz, jó? Így szerintem. És akkor ott már biztos, hogy meg lesz az áthidalás onnan oda. Oké. Okay. Akkor az a lényeg, hogy
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, jó, az a jó. Ezt fölvesz, és akkor innen is 4. 1, 2, 3, 4, és itt. Na, akkor körülbelül így, gyerekek. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hányadik, a negyedik vagy az ötödiknek kell lennie? Most meg már belekeveredtem. 4 van közte. 4 van közte, 1, 2, 3, 4. Jó. 1, 2, 3, 4. Faszod. Ez, ide. Jó, és akkor itt lesz egy oszlopsor. Egy, és akkor azért az egész jó átlátható szerintem. Azért annyira nem kellemetlenül rossz. Milyen fölmegyünk alul, fölülről, szerintem végig tudom rakni az oszlopokat. De ez nagyon kell, mert különben cumi lesz, gyerekek. Le fog szakadni. Én már úgy érzem, hogy itt már nagyon határa mozgunk, hogy ne szakadjon. Ugye megnézzük, hogy innen lelátok, addig nem fogok tudni lelátni. Akkor az cumi van, akkor építkezzünk el magunknak egy ilyen valamit. Nem jó, miért nem megyünk gyorsabban lefele? Miért? Ja, googolok. Nagyon jó. Oké. Ilyesmiképpen gondolkodott a keeper. Rámerik ugrani erre, gyerekek? Még rá. Dubi-dubi. Ez aztán egy érdekes egy dolog lesz. Várjál, a megsvarkában nincs, ugye? A szimetria, azt mondják, hogy a bűvészet halála, de most nem a bűvészetről szól ez az egész, hanem a túlélésről, és ott meg elviselhető, hogyha szimmetrikusan dolgozunk. Oda négy gyerekek, oszlopsorok, brutálul néz ki, nem? Nagyon brutálul néz ki, viszont a legfelsőt az valószínűleg ki kell vennem, mert oda, nem, nem, ja, jó, jó, a legfelső az jó. Oda már, ide már izét fogunk rakni. Ugye lapos blokkot, vagyis kocka blokkot. Oké. Okay. Ezért jó ebből építkezned, ebből ugye meg tudsz akármilyen bonyolultabb struktúrát csinálni, anélkül, hogy vésned kelljen, vagy bármi, hogyha elcseszed. Úgyhogy érdemes megcsinálnod, azt utána akkor ki tudod gondolni, hogy hoppá, mit bontottam el. Vissza tudod bontani, nem az van, hogy elcseszed az egészet. Bazen megettem. Ó, eldrop, gyerekek. Nagyon messze van, akkor le fogom szarni. Várjátok, most kéne ugye együnk egyet. Meg bedobunk egy ilyet. Melyik jobb? Staminaleg 15%, Staminaleg. Hogy legyen ez. Oké. Okay. Kaptunk egy kis Staminaleget? Kéne néhány blokkot ütnünk, 12 óra, úgyhogy még tök jó időben vagyunk. Gyorsan ütünk néhány blokkot, úgyis nagyobbítani kell még itt a bázison majd. Mindjárt hátra nézek, kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni. Hú, gyerekek, ez azért epic lesz. Ez az epicnél is epicebb lesz szerintem. Epicnél is epicebb lesz, figyeld már mekkora. Meg még majdnem egy körülbelül ekkora rá fog húzódni, ugye mindenképpen magasabb lesz, középen lesz egy ilyen rácsos rész, és az úgy lesz kiképezve, hogy konkrétan csak épp, hogy egy körbe kiláss, tehát egyet fog elfoglalni a rácsos rész, utána meg megint jön egy kupola, ami akár arra rá is mehetnek a zombik, mindenképpen iszonyat védett lesz. Bár mondjuk lehet, hogy rácsos tetővel is lehetne, ugye? Nem tudom, hogy el lehetne forgatni 45 fokba, bár valószínűleg, hogy ezeket a rácsokat nem igen tudnám elforgatni 45 fokba. Lehet, hogy azt kéne, hogy fölfele is tudjak látni. Bár egyelőre megcsináljuk ezért kupos rasztába, hogy higgye kiderül. Ura jó lenne ebben a részben, be tudnám fejezni, már kellene csinálnom ilyen blokkokat közben. Oda én már lehet
Egyébként baromi gyorsan tudsz ilyen fát szedni, meg blokkokat, meg tök jó, hogy itt van rengeteg ilyen fa, tök jó ez a terep, átlátható az egész, sík, nagyon nincsenek zombik, de mégis ugye feles, ennek a burn forestnek feles a... Látok, én iszok egy ilyen yucca juice, nem tudom az. Menjünk. Jó, akkor van stamirág, amikor itt vagy mi ez? 35 ad a piához gyerekek, úgyhogy akkor nem lesz gondom. Van még 55, csodálatos. Figyeljetek, be is tudjuk fejezni ezt a struktúrát. Szerintem, nagyon érdekel, hogy mi fog ebből kijönni, meg ne boruljon össze, az a lényeg. Jó, van a középső részt ugye ízét fogja tartani. Hát ez az oszlopos rész, amit ott felépítettem. Vagyis az a, tudjátok melyik, az olyan, mint egy liftakna, csak minden irányba nyitott. Nem is baj, hogy 3x3-as lesz, mert akkor középen lesz a feljárat. Ja, nem tudom, ott, hova esett egyébként az airdrop, fogalmam sincs, most nagyon nem is érdekel. Megint 110 volt, hát ez nagyon gyorsan lehet összedni, gyerekek. Pedig csak ilyen izével szedjük, mi ez? Kőbaltával. Az ásás az nehezebb lesz. Főleg majd ugye, amikor elérjük majd a kőzetet. De rengeteg alapanyag kell, úgyhogy tök jó, hogy azt ugye, ahogy ássuk, azért is gondoltam, hogy akkor megcsináljuk az árkot körbe. Le fog menni a piramis fala ugye gyakorlatilag a föld alá így. És így akkor rengeteg alapanyagunk lesz. Lesz clayünk, szerintem clay jön itt, ugye? Mondjátok, hogy majd clay fog jönni. Jó, 300-unk, úgyhogy ezt csaphatjuk. Figyelj, ezt itt, ja nincs, azt hittem mondom, lekopizom, de nincs, látom. Igen, akkor erre szerintem jöhetne is végig a következő ilyen sor. És akkor ahhoz fog majd hozzákerülni. Ugye? A srég. Jó, hát itt le sem megyek, hanem figyeljetek, meg kéne fejezni. Vagy mondjuk lehet, hogy a középső szekciót is meg kéne tervezni. És akkor ugye ahhoz becsatlakozunk majd. És ott akkor az a 3x3-as, amit ott láttok, az lesz konkrétan maga a torony. Na bazd meg. Ja, várjál, itt, ja, ide nem csináltam oszlopot, de azért milyen jó kiszáboltuk, látod? Ja, nem csináltam, nem fejezte be az oszlopot, de tök jó. Mert igen, pont eltaláltuk, látod? Mert ott nem szokott lever, ott vannak az oszlopok. Aha. Ekkor ezt tök jó kitaláltuk. Ezt nagyon, nagyon meg lett tervezve, statikailag. Hú, hát ez nagyon meg lett tervezve, itt bazza, ide nem raktam ideinket, ezeket a szarokat, tudod. Kopizzunk gyorsan. 1, 2, 3, 4, és akkor ugye 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bazze! Akkor ezt tök jó megterveztük, gyerekek, várj, kopi. Ez rohadt jó. És tényleg akkor jól sikerült a terv. Mert pont... Jaj, ne csináld ezt, Keeper, hát először föl kell pakolni, hát annyira kapkodok, hogy az őrület. Ja, itt ezeket föl kéne, ezt lekopizzuk. Várja, ide is rakjunk. Ha átérem, akkor igazából rakhatnám mind a kettőt egyszerre, és akkor nem kell kétszer. Ugye? Mennyi esze van a Keepernek? Jó, egész jól sikerült a izé. Milyen fasz van? Az miért építette olyan rohadt magasra azokat az oszlopokat? Nem tudom. Na. Ezt is ilyen rohadt magasra építette, de miért? Why? Azt hittem, hogy még kell oda. És most már nem fog leszakadni. Ja, és egyébként írja, hogy akkor ja, rózsaszínűn írja, hogyha le fog szakadni. Az is ez viszont tök jó. Akkor ugye nem rakod oda, aztán kész. Mert ugye az a baj, leszakítja a többit is. Na ezt nem is tudtam, hogy ezt rózsaszínen írja. Úgyhogy arra figyelni kell, hogy rózsaszínt látunk, akkor ne nagyon rakjuk, várjál. Itt sincs megcsinálva. De akkor elvileg majd írná. Itt se csinálta meg a bangakeeper.
Mert a kapkodás vagy csak a kapkodás. Ott azt nem lett megcsinálva, meg azt sem. Jaj, gyerekek, már annyira izé, annyira rá vagyok függve, azt már pörögnék. Ezt lekopisztuk. Ugye akármilyen blokkot csinálsz, a durabilitája ugyanakkor. Lehet az egy vékony oszlop, akkor is ugyanakkor a védettsége van. Itt meg miért nem tudom áthidalni? Ugye, mert a két középső tudtam. Ugye? Ja. Mert ugye a két középső az közelebb van egymáshoz. Ja, nem ártam az oszlopokat felhúzni teljesen. Igen, ez magas lett. Jó. Ezt a két középsőt ezt fel tudom. Mert ugye az egy blokkkal közelebb van, mivel páratlan az alapterületünk, így ennyi változik. Ez páratlan az alapterület, de ez a bázis, ez meg páratlan lesz, gyerekek. Páratlan. Oké. Mennyi idő van? 14:49. Hát nem mondom, hogy teljesen kész lesz a struktúrális elrendezésünk, de viszont mondhatni, hogy majdnem 100%-ra szerintem ezt meg fogjuk tudni csinálni. Oké. Copy. Igen, a sarkokat majd meg kell csinálnom, tudom ám, srácok. Valaki mondta, hogy gameplayen kívül építse meg a kecót, de lehet, hogy valaki meg arra kíváncsi, hogy mégis hogy épül. Meg mit tudom, hogy nem egy csalok, vagy nem ad dolog be magamnak alapanyagot, mert ugye hát esetleg azt is lehet. Nem tudom, lehet-e, de biztos lehet, gondolom. Minden játékban van csalás. Na gyerekek, hát a középső dolgot azt nem ártana megépíteni. Lehet, hogy azt megépítem, és csak az a baj, nem tudod, milyen magasra kell érted. A középső dologgal az a baj. Jó, ki lehetne számolni, de most itt ne kell számolgatni. Nem biztos, hogy azzal így előbbre vagyok. Oké, meg is vagyunk. Azt a betyár. Jó. Jó, ez baza. Ilyen olyan para hangok vannak, egy horrorfilmben nincs ilyen para hangok. Jó, mert egyre kevesebb a üzőigény. Egyre gyorsabban haladsz, mert ugye minél följebb érsz, annál kevesebb az alapanyag igény. Mert egyre rövidülnek minden egyes szinten, kettővel rövidül ugye sor. Ugye mind a két végéből egy elveszik. Hát tudod, milyen gyorsan haladunk? Így begyorsult egy kicsit. Lesz egy böszvel egy beltér. Ugye addig kell haladnunk, amíg nem lesz egy 3x3. Fasz. Jézus, várj, te hülye vagy, képerbazza. Mit építettél el? Egyébként tényleg kezdem magam egy kicsit izének valonnak érezni. Úgy ezt így gondoltam, hogy nincsen még fánk, nincs, lehet, hogy nem is lesz elég akkor. Ja, az ajtók kellenek egyelőre, ide bepotyognak a zombik, akkor az ajtókat majd ki lehet venni akkor ugye, hogyha komplet lesz a teteje, hogyha nem tudnak bepotyogni a zombik. Hallod? Nagyon brutál. Nagyon, nagyon beteg. Jó, a belsőt lehet, hogy le fogom ám egyébként így lapozni, hogy tudod, ilyen sérék legyen. Úgy fogom csinálni, rájöttem, hogy hogy fogom csinálni, úgy fogom csinálni, lehet, hogy lesz ilyen árkádos részben, vagy minek nevezik? Ilyen galéria, ahol föl lehet menni, mondjuk ott lehet aludni, vagy ilyesmi. Vagy pedig olyan galéria kellene, ahogyha véletlen betörnek, akkor ott még egy kicsit így el tudja hédörezni. Oké, copy. Jó, hát ez nem 2 perc alatt lehet megcsinálni, de ugye megint rövidül, megint gyorsabban haladsz. Nem tudod? Már nagyon gyorsan haladsz. 16 óra. Figyeljetek, én nem azt, tényleg nem azt mondom, hogy full kész lesz, de hát egy ilyen 80%-osra meg fogjuk csinálni ebbe a részbe. Igaz, hogy csak ilyen blokkból, ami együttéssel szétüti a zombi,
De most nem az a lényeg. Új gyerekek, ez tök jó lesz, ki lesz világítva ez az egész ilyen oszlopos rész, meg föl lesz vagyok betoldal csinálva, azért ez elég epikus lesz. Nem? Oda né. Jéj, bazze. Jó, most nem megyek le, mert itt meló van. Kéne kopiznunk egyet, egy ilyet. És jöhet a következő. Elvileg ez nem borul le. Ugye feltámasztás az meg majd a középről is lesz. Tehát az már talán nem kell több oszlop. Nem akarok sok oszlopot, mert nem akarom őket kerülgetni, tudod. Még jó, hogy nem izét csináltam, 50x5 feleset. Hát ez is beteg nagy. De meg lehetett volna csinálni. Jó, egy kicsit többet kell farmolni, az biztos. De egyébként, ha belegondolva, legalább lesz 50x50-es, mert ugye a föld alatt fogjuk folytatni. Vagyis a talajszint alatt, nem a föld alatt, hanem a talajszint alatt. Még 63 blokk. Egyre kevesebb kell. Az jó. Meg jó, hogy megkajáltuk. Hát jó, ez egy ilyen építkezős rész. Meg lehet, a következő még ilyen lesz, srácok. Az éjszakát egyébként azt átléptem mindenképpen, meg lehet, hogy azt fogom, hogy át is fogom lépni. Mert szerintem az fölösleges, hogy a kuporgok asztárot nézitek. Nem? Annak mi értelme lenne? Arra kell figyelni, hogyha lila lesz a... Az a mi a pöcsömet csináltam? Nem jó helyre raktam. Nem jó helyre raktam a következő sort, bazzát, azt nem oda kellett volna. Éj hülye, mert kapkodok banga keeper. De várja, itt jó. Jó, oda már raktam egy fölösleges sort. Ó! Oh! Időveszteség. Oda raktam egy fölösleges sort, itt jó volt. Bazzá, körbe értem kétszer, azt mentem még egy kört, mi? A banga. Itt csesztem el. Így, jó. Ez kicsit ilyen emlékeztet, még amikor először játszottuk a toronyra. A toronyra. Az frankó volt. Egyébként tudjátok még milyen bázisra is gondoltam, hogy a torony, ez lenne középen. És föld alatt elérhetnék 4 tornyot. És ezt lehetne úgy, hogyha elbukunk egy tornyot, akkor ugye lehetne átjönni a másik toronyba. Föld alatt. Lehetne menni tovább, lehetne, és akkor végén meg ugye megmarad a központi épület, szóval ezeket lehet végig tovább gondolni. Már figyeljetek, nem sokára már csak a 3x3-as lesz. Sőt, nem is a 3x3-as, hanem ugye, hogyha már az 5x5 megvan, akkor ugye fel kell húznunk azt, és azt is meg kell csinálni. Bazza gyerekek. Azt a betyár! Majdnem mondom valami csúnyát, de hát ne arra ugyatok, nem akarok ám csúnyán beszélni, de ez... Ez többit brutál. Jóó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 
Mert az csak így be van szórva. Meg ugye hát majd le lesz az élei, ugye a sarkai azok is le lesznek így szögelve. Elég komoly lesz a cucc. Meg mondom, ráadásul még a földszint, talajszint alá is be fogunk ugrani. 17 óra szerintem egy ilyen 21 óráig neki áll. Hú, az hol a biciklim már megint. Majd figyeljük a bicikli, hogy hol van, hogy nem mutatja. Ott van erre, jó. Ott van a keleti bejáratnál, jó? És egy ilyen 21 óráig csopjuk neki. Mert méne. Gyors, kraftolás. 134, lassan már elég is lesz. Mert fönn tényleg már egyre kevesebb kell. A piramis az egy jó forma. Több írta is valaki, hogy azért jó, mert ugye nem nagyon ütik, hanem inkább mászkálnak rajt. Úgyhogy nem nagyon tudnak így vele mit kezdeni. Viszont ja, a felső részt azt majd keményen fogják, úgyhogy szétbombázhatják. De ugye az alsó rész az el lesz szeparálva tőle, szóval ott azért még egy kis időnk lesz túl elni. Együnk egy levest, miért ne? Még egy fát kivágok, azt megyünk vissza építkezni, jó?
Ja, hogyha az 5x5-ös marad középen, akkor felhúzzuk a központi hát liftaktát, mondjuk liftaktának. Egyébként azt is lehetne ebből oszlopokból. Na, azért nem akarom, mert lehet, hogy fogok rá ajtót. Jó, maradékot is izéljük. Megcraftoljuk. Ezt már futunk is föltök. Mi a fasz volt az? Gyerekek, ott nem valami ugrott. Mintha egy zombit láttam volna pattogni itt rajt. Azt lehet, hogy nem. Lol. Komolyan, esküszöm. Kicsit beszartam. Reméljük, hogy az alapot jól számoltok ki, mert akkor nem fog kijönni a teteje. De egyébként nem is bánom, hogy nem 4x4 lett a teteje. Mert itt szerintem még jobb lesz. Figyelj, már lassan egy álló helyből körbe tudod rakni, úgyhogy már rohadt gyorsan haladsz, látod? De beállsz középre, oda is elérsz, így, meg oda is elérsz. Ó, hát már, ó, mert nagyon meg vagyunk, gyerekek, nagyon meg vagyunk. Ó, már nagyon meg vagyunk, hát mindjárt meg vagyunk, gyerekek, mindjárt kész vagyunk. Ja, az airdropot, hát lehet, hogy majd elnézünk értem. De most nem az a prioritás, hanem ezt szeretném befejezni. Hányadik napon vagyunk? 10. napon, 14-en jön a horda. A végén még itt kell már hordáznom, gyerekek. Ezt azért élném. Elég produktívak vagyunk, meg még nem haltunk meg egyszer sem. Szerintem tök jó. Hát produktivitásban nincs hiány, mert lassan már fölépítjük itt a gízai piramisokat. Oké. Okay. Figyeljük, hogy nehogy az legyen, hogy beszakadós dolgok vannak. Jó? Arról attól figyeljünk azért. Nehogy túlvállaljuk magunkat, hogy... Az a gond, hogy most már azt kellene ugye, hogy... Megnézzük, hogy a közep... Mennyi marad középen, és akkor felhúzzuk. Felhúzzuk a közepét. Ugrálva. Na erről beszéltem, és belátod az egész környéket majd abban a központi helyről. Látod? Full ellátsz mindenhova. Tök látod, hol jönnek a horda, milyen messze. Vagy éppen mit akarnak, mit csinálnak. Na mennyi, hány blokk? Egy? Hány blokk van középen? Vazza, nem tudom így meg nem érni. Egy. Egy, kettő, három, négy. Öt? Meg vagyunk! Nehogy azt mondjátok, hogy meg vagyunk az öt blokkkal. Az azt jelenti, hogy akkor föl tudjuk húzni a középen a tornyot. Vazza, de sötét van itt. Hallod? Nem tudom fölverni. Ja, mert meg kell javítani, mert beleütöd valami hülyét. Hívek kell megjavítani. Fával, bazza, nincs egy drop fám se. Vegyünk fel egy másikat, bazza. Várjál, azt nem rak, kivesszük egyelőre. És akkor... Jézus! Erre nem gondoltam, hogy az ilyen magas. Jézus! Leessünk, mert eltöröm a lábam, még az hiányzik nekem. Na gyerekek, és ugye az a jó benne, hogy itt akkor ez is tartja. Ugye? Hoppá! Hoppá gyerekek! Csak megint nem lesz elég. Azt a betyár, mekkora ez a piramis. Jézus Mária! Te bolond vagy, Keeper! Nyugodtan mondjátok. Rohadt sötét lesz benne, úgyhogy szarrá kell világítani majd. Mert már kezd is rohadt sötét lenni benne. Ez egész egy zárt tér lesz. Olyan, mint hogyha föld alatt lennék körülbelül. És ugye ezt úgy akarom, hogy... Majd megnézzük, hogy honnan megy fel a létra. Lehet, hogy lesz ajtaja, meg ilyesmiben gondolkodik a Keeper. Oké, fárja. Jó, figyelj, mindegy. De kár, hogy este lesz. Bár majdnem befejezzük. Jű, te! Hát mi ez a hely? Mi ez a hely? Tudjátok, mire emlékeztet? Ilyen Alien Prometheus, meg ilyesmibe, Covenantbe a... Különböző ilyen struktúrák, amik az éljenek így, vagy nem is az éljenek, hanem a teremtők hoztak létre, nem tudom, láttátok ezt a filmeket.
Leginkább arra emlékeztet. Jó, hát ezt nem tudom fölvenni, majd kiveszem. Ez a csodálatos ebbe. Mi a fasz? Miért nem... Ja. Ó, gyerekek, ezt be kell fejeznünk a következő részbe, és akkor onnan már tényleg csak az upgrade-elés van. Csak legyen meg a buildingnek a szerkezete. Szerkezeti felépítése. És itt már meg tudjuk azt csinálni, hogy akkor így bekötjük az egészet. Ubbaz, ez brutál. Ez több, mint brutális lesz, gyerekek. Ez halál komolyan. Ez több. Én már csak egy van. Fú, te hogy néz ki ez? Meg tényleg lefele ugye tök gyorsan futsz, csak fölfele valószínűleg a zombik is lassabban fognak futni. Legalábbis én bízom benne, hogy őrejük is hat a fizika ebben a játékban, nem csak ránk. Jó, és akkor ugye már ez is merevíti az egész. Ez egyébként, most nem olyan, de lehet, hogy lesz egy második szint. Mert ez akkora beelmagasság, hogy nekem egy ilyen nem klausztrofób érzésem van, hanem egy ilyen más, az a másik, hogy nevezik az a... Van az a, meg, amikor ilyen mega struktúráktól félsz, meg az ilyen izéktől. Hát ez több itt beteg, az a baj, hát ez már tényleg azt mondom, hogy... nem tudom, ez nagyon durva. Ezt én nem tudom elképzelni, hogy ilyen hülye van még egy, mint a Keeper. Hogy ilyet csinál. Már jó, de már nem kellett volna. Már olyan kevés blokk kell. Ja, hát néhány blokkot majd lehet, hogy ki kell verni, amikor upgrade-elünk, mert ugye nem fogjuk hozzáférni a következőhöz. Hát de itt már nagyon kevés blokkal oldjuk meg. Így 20 óra 12, látjátok, ez a szar, hogy most meg... És akkor ugye ott van az a 3x3-as, majd abból lesz a... Jaj, de kár, hogy nincs időnk, jaj, de kár. Gyerekek, ezt befejezem a következő részben, jó? Mert én már nagyon meg vagyok bolondulva ettől, hogy ezt fejezzük be. Ó, de kár! Hát ez már olyan kevés blokk kell hozzá. Nézd meg! Egy, kettő, háromszor hármas lesz a helyiség. Háromszor hármas, ja! Háromszor hármas, és ugye a középsőn fogsz följönni. Oda nézd, bassz, ez nagyon jó, nagyon pacek lesz, gyerekek, figyeld! Itt már benn fogsz állni, tehát oda már kell raknunk. Jaj, egy vaddisztó, bassz, az ugrált rajt, hallod? Na jó, már nem támad meg. Ugye itt már lesz, amin állsz. Vágod? Csak utána úgy devegett tőle a pirostól. Itt már az lesz, ahol állsz, és ide... Jaj, ne zombi horda. Várjatok. Bazze, pont át fognak menni ellen. Figyelj, ilyen katonai zombi horda. Ezeket lehet le kéne vernem, nem? Várjál, magamra kéne csalnom az összeset. Az a baj, pont átmegy rajtuk. Na figyelj, csak elbarog velük. Hú, ez nagyon, nagyon epic jó ez a weapon. De zuhan a fejük. Valahogy sisak, vagy nem tudom. Hallottátok, hogy zuhan a fejük? Hallod, együtt és se kettő, ne viccelj. Ja, de viszont nem adnak semmilyen lootot. Viszont... Lazák... Nehogy már fökeltek, öcsém. Na végre valami lootocska esett. Kávé, meg izéje, meg... A piros, meg egy 4-es weapon, vagy egy 4-es bolta. Na, meg is vagyunk. Ja, hát nagyon kulog vagyunk. Oké, megyünk ám balcsizni, gyerekek. Ez még, itt még biciklivel is föl lehet menni, az nagyon beteg. Jó, megyünk alvadni. Ó, alakul. Full kész lenne, körülbelül még lenne... Játékidőben mérve 2 órám szerintem már meg lenne ez az egész, de hát... So sorry, de ez nem sikerült. Menni kéne alcsizni, balcsizni. 21 óra 13, tök jó. Lehet, hogy a következő részt még rá fogom áldozni. Erre, hogy akkor ezt így megcsináljuk tök fullra. Aztán onnan akkor már nincsen visszaút. Csak upgrade-elni kell agyba főbe, jó srácok, vehetük ezt, úgy kérde bájt, ott egy hölgy, ahogy rohagy meg.
Gyere ide, hölgyem! Gyere ide, mutasd a bugyogódat! Megcsinálom ezt a hatos fegyvert, ugye el kéne menni hozzá. Lehet, hogy zombi ordáig kihúzzuk, és úgyis a zombi ordát ott akarom túlélni, mert ugye itt lehet, hogy még nem fogjuk tudni. Akkor azt csináljuk, hogy ezt egyébként mit lehet fele, ja, lehet nézelődni benne? Ja, ezekben van üzemanyag, te jó. Jó, figyeljetek, 21 óra 28, nagyon sok minden nem, már mint XP-nk meg ilyesmink szerintem rohadtul nem lett. Se kaják, se semmi, még mindig venni kell a Jennytől. Az még nem a legnagyobb üzlet, gondolom. Ja, nem azt akartam nézni. Viszont lett egy ilyenünk, amit megjavítok, és ezt meg leszkreppelem akkor. Az azért jó. Az azért jó, ennyi kajánk van. Van egy kávénk is most már, ezeket elrakom én a kaja, nincs is abszolút kajánk, ez mérid van. Oké, okay. Meg ez az olaj mérid van. Mi a hülye vagy, Keeper? Ne viccelj én. Viszont lett két mézünk még. Tök jó. Az alapanyagba meg akkor rakjuk be azokat, ezt is berakhatjuk, ezt is. És jó, oké, figyeljetek, Jennytől meg kaját kell vennem sajnos. Pénzt azt sem, tudom, hogy cseszem el a hülyeségre, de úgyis majd questelünk, akkor jó lesz. Várjál, hol van a izénk? Hol van a bézünk? Nem lehet látni? Már arra vagyok kíváncsi mindig, hogy nem türemkedik ki, tudod így a távolba. Valahol ott van, de még nem látom. De egyébként lehet, hogy lehetne látni, már mint hogyha nagyobb magasra állnál. Még egyelőre az nem. Pont akarja a darulat, izé. Jaj, gyerekek. Hogy van valahol. Na, elbúcsúzom. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok. Közben ideszek egyet szerintem. Holnap Jennynél kezdünk, azt utána befejezzük teljes mértékben azt a bészt, jó? Tényleg köszi a figyelmet, jók legyetek, csácsubi.